Sziasztok! Gondoltatok már arra, hogyan tehetnétek egyszerűbbé és élvezetesebbé egy videó hangzását? Sokan használnak különféle mikrofonokat. Én most, ahogy az Instagramon is már bejelentettem, megvettem a Zoomnak az úgynevezett F1LP készülékét, amelyet most kicsomagolunk együtt. Kezdjünk is! Nos, tulajdonképpen miért is vettem meg ezt a készüléket, amelyet itt látok a képen. Egy kezdődő projekt adta az ötletet, amely egy igen komoly videós felkészülést igényel, és a videónak nem csak a képe kell, hogy szép legyen, hanem a hangja is. Tiszta, élénk, visszhangzástól mentes, és ami a legfontosabb, hogy a kamera távolságtól teljesen független minőséget kell produkálni. Sokan vesznek wifi-s, bluetooth-os mikrofonokat. Én úgy döntöttem, hogy nem ilyet szerzek be, amely hatótávhoz van kötve, hanem egy olyan felvevő eszközt, amely SD kártyára rögzít, csíptető mikrofonos, és nem befolyásolja a kamerától való távolság a hangminőséget. Nekem volt egy Zoom H6-osom annak idején, amit eladtam, és mivel nagyon meg voltam elégedve a Zoommal, így döntöttem úgy, hogy ismét egy Zoom terméket szerzek be, amely nem más, mint a Zoom F1LP csüktetős mikrofonnal, kifejezetten interjúkhoz, videózáshoz ajánlott. Ebben benne van egy csíptetős mikrofon is, amelyet a készülékhez adnak, illetve beszereztem még hozzá egy 32 GB-os memóriakártyát, mert maximum 32 gigát fogad be a készülék. Nekem van egy 64-esem, de hát ugye az nem jó hozzá. Illetve mivel van egy MacBook Pro-m, USB-C csatlakozóval, így kellett egy micro USB to USB-C kábel, amelyet az Amazontól vettem. Egyébként az egész csomag az Amazonról jött. Ez nem más, mint egy Amazon Basics kábel, úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. Na de hát akkor kezdjük is a csomagban, hogy mi található. Először is, ami lényeges, hogy ez nem bluetooth-os, nem wifi-s, nem rádiós felvevő, hanem teljesen független. Ezzel ad egy kihívást a kreátornak, vagy a készítőnek, hiszen össze kell szinkronizálni a vágóprogramban a hangot és a képet. De ő lead egy hangjelzést, amelynek köszönhetően a vágó programban, az én esetemben a Final Cut Pro-val össze lehet szinkronizálni kényelmesen. Nyissuk is ki. Never opened, tehát én vagyok az első, aki most ezt megtapasztalja, hogy milyen. Először is meg kell nézni, hogy hol nyílik. Órák kérdése is meg lesz. Ha érdekel titeket a kezdődő projekt, akkor be fogom linkelni ide a YouTube csatornát, amelyen fel tudtok iratkozni. Én mindenképpen javaslom, hiszen egy vadonatúj szolgáltatás fog debütálni, amelyet én terveztem és kiviteleztem. Jelenleg 4-en dolgozunk rajta, és remélhetőleg már márciusban élvezhetitek is. Aha, igen. Jó. Jó, be van szorítva ide. Ez anyát itt, cégit. Lehet, hogy ezt el fogjuk vágni nemes egyszerűséggel. Aha, az lesz.
Mert ez bizony nem akarja az igazságot. Meg is van. Még mindig nem nyílt ki. Ez az. Mire jó a kis szike. A háznál? Nos. Először is, amit a dobozban látni, az egy fekete burkolat, illetve papírok vannak benne. Először is nézzük meg, hogy mit kapunk papírilag a készülékhez. Ó, ez egybe jön ki. Nagyon jó. Ez az. Jó hülye hangja van, hogy jön ki. Doboz belül üres, úgyhogy ezt félre is tesszük. Nos, hát maga a készülékünk az így néz ki. Kicsit csillog a... ott vagyok a dobozba. Tehát itt van maga a felvevő készülék, itt vannak az elemek, a csíptetős mikrofonnak a kiegészítő kütyűi, illetve maga a csíptetős mikrofon. Itt vannak a különféle papírok. Első körben, ami megtalálható, az a mit tartalmaz a csomag. Benne van egy Zoom F1, egy LMF kötője 2 csíptethetős mikrofon, BCF1 övcsipesz, gyors felhasználói útmutató, MCL1 mikrofoncsipesz, VSR kötőjel egy ilyen pamacsa mikrofonra, és 2 darab tripla A-s elem. De hogy ti is lássátok, így néz ki. Két oldalas, innét is meg lehet nézni. Nagyon jó. A következő, amit találunk a dobozba, az nem más, mint a ez nem éppen az angol nyelvű, de felhasználói útmutató. A Rapida, Guide Rapida. Még egy nyelven. Azt mondja, hogy van nekünk egy figyelemfelhívó sheetünk több nyelven. Van nekünk egy listánk, ugyanis ez a felvevő kompatibilis a Zoom által gyártott és forgalmazott mikrofonkapszulákkal és toldó kábellel. Ezt itt sorolják föl, hogy melyekkel kompatibilis, így tökéletesen látható, hogy van a stere, így mutatom, van a nagy shotgun, ez a stereo shotgun, mellette található a mono puska mikrofon, emellett található a dupla XLR csatlakozást biztosító kütyű, fölötte egy fix stereo mikrofon, ott fönn, mellette, ja, bocsánat, csak itt fordítva van, itt mellette található egy XY-os stereo mikrofon, és alul pedig egy nagy térhatású MSA 6 kódnévre hallgató mikrofonkapszula.
Még egy papír. Importers, EU countries. Van valaki Magyarországon? Málta, spanyol, Anglia, német, Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, cseh, hungari. Itt azt írja, hogy nem is. Musikenhagen MBH. Jó, ez nem érdekes. Van nekünk egy ne dobd a kukába jelzési papírunk. És ennyi. De hol az English? Hol az angol felhasználói? És nem azért. Ez nem az angol. Ez a lapida, ez se az angol. Lehet, hogy összefogtam volna. Mindig le van töltve. Nekem az egész angol brosúra, tehát nem probléma. Majd pedig be van ide csúszva. Aha. Itt ezt a kartondobozt felhajtjuk. És már elénk is tárul így a zsinormálló kifele belőle a mikrofonnak. Úgyhogy leszedjük róla ezt a műanyag bohítást, ami meg is történt. Van egy kis zacskónk, amiben egyszer megtalálható az összcsipesz, amit rá lehet csavarozni magára a készülék hátuljára. Van még egy zacskónk, amiben benne vannak ezek a kis szivacsok a készülékhez. Van kettő darab triplás elemünk. Ezen még a fólia is rajta van. Van nekünk egy darab mikrofon csipeszünk. Ez így néz ki. És van nekünk a mikrofonunk, amelyet szépen kiszedünk. A mikrofon maga az aranyos picike, ez így néz ki. Így talán jól látni. És itt van a másik vége, amely egy 3,5-es csatlakozó, annyi pikantériával, hogy itt a végén itt van rajta egy tekerő, amivel oda lehet fixen fogadni a hangfelvevőhöz. Elég hosszú kábele van. Mindjárt meg is nézzük, hogy mekkora. Így. Közben kibontom. Ezeket a műanyag bizgentyűket szeretem. Képes vagyok befele tekerni. Már mindjárt meg is vagyunk. Mondom, most is befele tekertem. Aj. Ügyes. Ez az. Megvan. Már csak egy tekerés van hátra. Aha, szét is jött. Ezt a műanyagot majd kidobom. Nos, hát ez elég hosszú.
óvatosan kell vele bánni, bár elég strapabíró a kábelezése, így elsőre. Ó, hát ez több mint egy méter, kb. Másfél méter lehet a kábel hossza, úgyhogy tökéletes. És hát jöjjön végezetül maga a készülék, amire a legkíváncsibbak vagyunk, ami itt is van. Így néz ki. Fogom jobban, hogy lássátok. Így néz ki maga a felvevő. Ez a kis rész azért van, hogy akár övbe is bújtatva meg lehessen, vagy fel lehessen rögzíteni. Úgyhogy majd ezt is meg fogom nézni. Itt található rajta a bekapcsoló, vagy a rögzítő gomb, vezérlő gombok. És itt van fölül ez a kis kupakja, amit ha leveszünk, akkor ott található az a konnektor, ahova lehet csatlakoztatni magát a kapszulákat. Aha, le kell jönni, hogy jön le. Na majd elolvasom, mondjuk nem, mintha le akarnám szedni. De nagyon aranyos, sokkal kecsesebb, mint a képeken, tehát sokkal jobban ilyen mikroportszerű érzést ad. Képeken olyan robusztusnak tűnt, olyan nagy darabnak, de ez így nagyon, nagyon tetszetős. És akkor ami még lényeg, hogy itt alul található maga a mikrofon csatlakozó, illetve a fejhallgatónak a kivezetése. Ha a fejhallgatóba bedugunk egy 3,5-es kábelt, és a telefonunk check csatlakozós, vagy van átalakítónk, jelen esetben egy iPhone-hoz egy Lightning 2 3,5-es check csatlakozó, akkor simán össze lehet vele kötni. Plusz, és ez igen izgalmas, audio interfészként is használható iPhone-okhoz és laptopokhoz, akár Mac-hez, akár pedig Windows-os gépekhez. Nos, akkor tekerjük is fel a mikrofont. Ugye itt a csatlakozó, bedugjuk, jól hallhatóan keményen csatlakozik, rátekerjük itt ezt a büzgerét, hogy ne oldódjon ki, és akkor összeszerelt állapotában így néz ki maga a készülék, és hát ki fogjuk próbálni a hangminőséget is, hogy hogy vesz föl. Természetesen a hangot alá fogom tenni a videónak. Annak a résznek, ahol már lényeges lesz. Következő lépésként behelyezzük az elemeket, amelynek itt a nyitója. Amelyre szintén le kell jönni. Aha. Igen, ide jönnek bele az elemek, itt van egy kis dudó része, és amit még nem mutatta meg, az a hátulja. Ide jön bele, ott van az a kis foglalat, ott a Earth Clip, de én azt nem fogom használni, mert kényelmesebb ide az övet becsúsztatni és úgy fölrögzíteni. Van bekapcs, kikapcs gomb, tehát abszolút szépen. Na, ilyenkor izgalmas, hogy nincs nagyon körmöm, de ezt is megoldjuk. Segédeszköz mindig van. Aha, ki is nyílt. Így néz ki a elemtároló.
hogy látni így. Hova laktam az elemeket? Itt van. Ezt is kibontjuk. Meg is történt. Még jobban kinyitjuk. Ez az. Nehogy elguruljál nekem, mert aztán kereshetlek. Egyszer. Hozzám is tapadt a fúria. Biztos szeret. És még egyszer. Ez is megvan. És akkor... Ne legyünk teljesen hülyék a dologhoz. Megnézzük, hogy hogyan kell betenni az elemet. Igen, ott az SD kártya. Az elem behelyezése a készülékbe egy pozitív, egy negatív. Ha így tartjuk a készüléket a rajz alapján, egy pozitív, így, és egy negatív. És akkor visszazárjuk ezt a kis ajtót. Ami annyit tesz, hogy megpróbáljuk visszaerőszakolni. Megvan. Megvan a nyitja ennek. Oké. Ez az. Vissza is zártam az ajtót, és most ugrik a majom a vízbe, bekapcsoljuk. És már fel is villant. Működik. Tökéletesen bekapcsolt. Most megnézzük. A nyelvválasztást, hát angol nyelvre tesszük egyértelműen. Ezt úgy kéne mutatni, hogy ti is lássátok. Csak akkor kamerát arrébb kell tenni. Mindegy, megoldjuk. Itt van az idő dátum beállítása. Ezt is beállítom. Azt mondja, 20-21 02 hányadika van? Órán megnézzük, 26 kellemes a gombok nyomása, azt érzem, 26 és jelenleg azt mondja, hogy 18 óra 8 perc van. 18 óra 9 perc. Oké. A felvevő gomb azt írja, rec, oké. Megnyomjuk. Done. No SD card. Na, most kibontjuk az SD kártyát. Elvileg már veszi is a jelet. Föl is csíptettem a mikrofont. Először rátesszük magát a
vogyókát ebből a kis zacskóból. Egy bogyót kiveszünk, úgy, mondjuk úgy, hogy kiesett, mint hogy kivettük, megfogjuk a mikrofont, kis bogyókának megnézzük, hogy hol a dugója, bogyódugó alulról van, az. A ide jó, hogy a feketébe vegyél észre egy fekete lyukat, amibe dugjál bele egy fekete cuccot. Na, ehhez félre kell hajolnom. Semmit nem látok. Van a luk. Csak ez a genyó nem akar belemenni. De vele nem fog ki. És ráteszlek, csak úgy szólok. Már bekapta. Még elég sok holt tér van benne. Már nem olyan sok. Az rajta van. Kész is. Így néz ki felszerelve a mikrofon. Rátesszük a csipeszt, amit ugyebár előbb megmutattam, de most közelebbről is. Ezt azt mondja, hogy ide kell közvetlenül a szivacs fölé helyezni, és persze úgy, hogy jobb oldalra essen. Be is pattant, gyönyörűen rajta van. Íme. Így néz ki. És akkor ezt el is lehet rejteni így az ing alatt. Fölcsíptetjük a ruhára. Égni. Így, hogy szépen álljon, diszkréten. Itt van a mikrofon. Így. És akkor most kikapcsoljuk a készüléket addig, amíg be nem helyezzük magát a SD kártyát. Még rá kell jönni, hogy mikor hol van kikapcsolója. Goodbye, see you. Elköszön szépen. Nos, akkor jöjjön most maga a SD kártya kinyitása, perforált? Nem. De megoldjuk ezt is. Ez is meg lesz oldva.
gyorsabban megoldottam, mint azt gondoltam. Csak egy jó irányzott rántás és suhintás kellett. SanDisk memory kártya. Persze végig le van fóliázva. Van nekünk egy karton dobozunk, azon jól el lehet vágni. Vagy mégse. Aha. Jó, akkor itt hátul ezt a fóliát vágjuk el. Ez az. Igen. Ez lesz a jó megoldás. És már ki is jön. Ez az. Ki is jött a memóriakártya. Ezt betesszük a nyílásba. Szerencsére csak egyszer kell betenni, mert utána lehet használni kártyaolvasóként a készüléket. Na és akkor most ezt ott tegyük bele fejjel fölfele, vagy fejjel lefele. Segítségül hívjuk újra manualt. Igen. Meg is van. Azt mondja, hogy fejjel lefele kell beletenni. Tehát így. Így kell beledugni. Jó, belepattant. És akkor visszapattintjuk a kis ajtót. Ez is megvan. És akkor visszakapcsoljuk a jószágot. Be is kapcsolt. F1 SD Card Access. Verzió 1.2, 61 óra, 32 perc, 23 másodpercnyi anyagot lehet fölvenni vele. 96 kHz, igen. Low cut, 120-100, igen. On, oké. Mid, mid plus high. High on lesz. Szerintem az a jó. Hát meglátjuk. Szerintem most ez jó lesz. Aztán meglátjuk majd a minőséget, de most minusz 12 decibel alatt van, ami szerintem tökéletes. Limitert kikapcsoljuk.
Most a hangszintet néztem, amit ti is meg tudtok nézni. Ahogy beszélek, ott mutatja a hang erősséget. Alapesetben szerintem tökéletesen középtartományban van. Utólag még mindig lehet hangosítani, de mindjárt picit följebb veszem, hogy ne kelljen kiabálni hozzá. Följebb is vesszük. Limiter off. High plus, high minus, high plus, high minus, ez már sok lesz. Low, mid, mid plusba javasolták. Aha, így jó. Igen, így még ha hangosabban beszélek, akkor is jó lesz. Input level tökéletesnek néz ki. Most, hogy átállítottam a legjobb formátumra, az a 96 kHz 24 bit, még így is 30 óra 46 percnyi felvétel fér erre a kis készülékre. Szerintem zseniális. Na de, benyomom a felvételt, és nézzük meg, hogy a videó hang milyen, amit most a telefonnal veszek föl, és milyen lesz, amikor ebben veszem föl a csíptetős mikrofonnal. Most benyomtam a felvételt, egyből lehet látni, hogy világít a kis piros lámpája a Zoomnak, amit meg is tudok nektek mutatni, ott világít, közben rögzítem a hangot, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a kis rövid mintadarab milyen minőséget fog hozni egy videóban. Jelenleg körülbelül úgy 50 centi, 60 centire ülök a kamerától, meglátjuk a minőséget. Utólagos szerkesztése lesz a hang alávágva a képnek. Kíváncsi leszek, hogy ti hogyan érzékelitek a minőségbeli javulást. Oké, most kikapcsoltam a felvételt, és majd szépen megszerkesztjük. Na de ahhoz, hogy megszerkeszthessük a felvételt, kell nekünk ugye ez a kábel, az Amazon Basics-nek a kábele. Természetesen ehhez is kell egy kis szakértői segítség a snitzertől. Egyszer. Jó, máshol nincs leragasztva, remélhetőleg. Ki is nyílt a doboz, és itt lapul benne az 1,8 méteres USB-C mikro USB kábel. Ez kell ehhez. Lehet, hogy elcsesztem. Nem. Jó van. Nem csesztük el. Ez kell ide vele. Ez az tökéletes. Tökéletes. Jó. Akkor most el is búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok. A hangminőséget meg fogjátok tudni hallgatni abban a videó szakaszban, amikor a hangfelvevővel vettem fel a hangot. Köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel YouTube csatornámra, amelynek ebben a pillanatban 193 feliratkozója van, illetve iratkozzatok föl az iBudainak a YouTube csatornájára is, hogyha kíváncsiak vagytok a nagy bejelentésre. További szépeket, és minden jót kívánok nektek! Sziasztok!